nagyon régóta jelen vagyunk a rendezvényen, és ebből már az utóbbi jó pár évben saját standdal is jelentkezünk, ahol a kedves leendő, már meglévő vagy jövőbeli ügyfeleinket fogadjuk egy kis rákcsári valóval és egy kis frissítővel. Ez látszik itt a hátunk mögött is. Azért is vagyunk jelen, mert hogy itt egyszerre tudunk annyi ügyfelünkkel találkozni, hogy ha kiszámolnánk, hogy hány kilométert kéne vezetni, és hány munkaórát kéne egyébként ebbe a sok találkozó vagy leendő üzletek megkötésébe fektetni, ott lennénk, hogy több hetet dolgoznánk, miközben itt ezeket a találkozókat össze tudjuk hozni. Mit tudnak kínálni a gazdálkodók számára? A gazdálkodók emelkedő piaci kamat szinttel találkoznak, úgyhogy én azt tanácsolnám az ügyfeleknek, hogy még most időben vegyék igénybe ezeket a támogatott lehetőségeket. Egyértelmű igény mutatkozik jelenleg a forgóeszköz finanszírozások növelésére. Egyébként is inflációs környezetben élünk, ez az agráriumban különösen igaz, hogyha az input anyagárakra, műtrágya árakra, a termelési költségekre, a gépek bekerülési árára nézünk, mindennek emelkedik az ára, mindenhez egyre több forrása van szükség. Látjuk ezt a mezőgazdasági termények árában is, és ezért a cégeknek növekszik a forgóeszköz finanszírozási igénye. Ez egy nagyon egyértelmű és világos trend, amit most látunk. Úgyhogy sok gazdálkodó elbizonytalanodott. Itt mindenképpen azt mondanám, hogy azért, aki tud állami támogatással a vidékfejlesztési programban, hasonlóan azért még 50%-os támogatást el lehet érni. Én azt mondom, hogy a mai kamatszintek mellett is még érdemes ilyen támogatás intenzitással belevágni. Zárszóként annyit szeretnék mondani kedves meglévő vagy leendő ügyfeleinknek, hogy tényleg keressék fel a Raiffeisen Bankban fiókjainkban dolgozó, nagyon felkészült kollégákat, hiszen azt kell mondanom, hogy a bankunk talán az egyik legversenyképesebb termékkörrel, a legfelkészültebb szakember gárdával várja a kedves agráriumban dolgozó cégek és egyéni vállalkozók jelentkezését.